Ez olyan kell amúgy. Mentő mellényt fel, irány a fedélzet. A Csány-Szendrei iskola diákjaival bontottak vitorlát a Keszthelyi Túra Vitorlás Klub tagjai. Várjál majd, amikor belobban a vitorla. Csörlőzhettek, vitorlát mozgathattak és kormányozhattak is a gyerekek. Többeknek ez volt az első alkalom, hogy a Balatonon vitorlázhattak. Nagyon örömteli kikapcsolódás, és szerintem nagyon jó sport a vitorlázás. Hát szerintem azért jó a vitorlázás, mert hát egyrészt nekem, hogyha vízen vagyok, így nyugalmat ad, meg így nekem is egy ilyen örömteli érzés. A Go Boating nap célja, hogy minél több iskoláskorú gyermek szervezett körülmények között kerülhessen közvetlen kapcsolatba a vitorlázással. A Keszthelyi Túra Vitorlás Klub 30-40 jelentkezőre számított. Ehhez képest 120 diákot fogadtak a kikötőjükben. Szabad kötélbe a hátul, igen, utána csinálsz még egy húrkot úgy, hogy a szabad kötelet mögé viszed. A víz mellett a száraz földön is játékos feladatok voltak. Csomókötésekkel, hajófelszerelésekkel ismerkedhettek a fiatalok. Ügyességi feladat is várt rájuk. Az összhang és a csapatmunka a fedélzeten is nélkülözhetetlen. Nekem azért tetszik, mert nagyon sok mindent megtudunk a hajózásról, és ez így a tudásunkat fejleszti is. Nekem azért tetszik nagyon, mert játékosan tanuljuk meg, hogy hogyan kell bánni ezekkel a hajókkal. A go-boating lényegében egy kaput jelent ahhoz, hogy a diákok megismerhessék, megkedvelhessék a vitorlázást. Az érdeklődők tovább léphetnek a vitorlás suli programba, illetve tagként társulhatnak valamelyik klubhoz. Keszthelyen erre több lehetőség van. Tavaly csatlakozott a Keszthelyi Túra Vitorlás Klub a Magyar Vitorlás Szövetséghez, idén pedig már nyílt napra várták a fiatalokat. Mindig meglepetés, mert azt hiszi az ember, hogy az itt élőknek természetes ez a közeg, és ismerik és használják, és nem. Mindig van új gyerek, aki ritkán jut le a Balatonhoz, és mindig van egyre több és egyre több gyerek, aki élvezi azt, hogy kipróbálhatja a vitorlázást. Ez a cél. Az idei esztendőben 8 vitorlás iskola csatlakozott a nyílt naphoz, így nem csupán a Balatonon, hanem a Velencei tónál és a budapesti Kopaszigáton is megismerkedhettek az élménnyel a környékbeli tanulók.